Az Autómentes Nap egy 1998-ban indult rendezvénysorozat, melynek célja a társadalom környezettudatosságának erősítése. Felhívja minden érintett döntéshozó és polgár figyelmét a megnövekedett autós forgalom okozta környezeti problémákra, a fenntartható környezet és emberbarát közlekedés előnyeire, a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. Jó évet kívánok az Autómentes Naphoz kapcsolódó programban, egy reggelt kedveskedünk! A napot minden év szeptember 22-én rendezik meg országszerte, és évről évre egyre több város csatlakozik a rendezvénysorozathoz, melynek keretein belül elindítottak egy kezdeményezést is, ami Bringás reggeli névre hallgat. Lényege, hogy minden kerékpárral és gyalogosan közlekedő egy reggeliző csomagot kap. Ezzel köszönik meg a szervezők, hogy az alternatív közlekedési eszközt választották a gépkocsi helyett. Autómentes nap van, tud rólam? Hát, most már igen. Most autómentes nap, és mivel ön gyalogol, ezért a sportpiszton megajándékozza egy reggelivel. Köszönöm szépen! Kerékpárosok, gyalogosok kapnak reggelit, hogy a szegészséges gyalogoljon sokkal. Idén Szekszárdon az önkormányzat és a Szekszárdi Sportközpont összefogásával a város négy pontján osztottak ki csomagokat a bringával, rollerrel vagy gyalogosan közlekedőknek. A Tarcsai utcai halálos parkolójában Zaják Rita polgármesteri tanácsnok reggel 6 óta várta a munkába, iskolába igyekvő embereket. Nagyon szépen köszönjük, és minden nap biciklivel járok. Hát meg vagyok lepődve, mert én korán reggel nem szoktam itt járni a bicikli úton, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy kevés csomaggal készültünk, mert nagyon nagy keletje van a bringás reggeli akciónknak. Nagyon örülök, hogy a városunkban ilyen sok bringás jár iskolába, illetve munkába. Csomagba egy finom friss szendvicset, egy gyümölcsöt, egy gyümölcslevet és egy kis csokit. Szőke Gergő, a sportközpont igazgatója elmondta, hogy a város idén csatlakozott először a bringás reggeli akcióhoz, de szeretné, ha a jövőben teret adnának a hasonló megmozdulásoknak. Közel 220 csomag került kiosztásra a város különböző pontjain.